Nos hát akkor, hello, 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 sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Hello, hello, hello. Nos hát akkor, Skyblock nyitás ugye ma 17:00, 03:10. Hát hogy is állunk, és hogy mit is csináltam ezen a kisebb resetálásos pillanatok alatt. Hát láthatok itt egy új scoreboardot, láthatok itt egy új designötö. Átraktam az AC-kat is, milyen szép lilára, szuper AC-t is, úgyhogy igen. Na, hát srácok, ugye per updates parancsal tudjátok megnézni, hogy mik változtak. Igen, a szerver kapott egy új dizájnt, ez fontos. Vexelládából kikerült a diaset, így. Azért raktam bele még egy-két ilyen szintezőt, meg ilyen apróságokat. Van itt Chunk Loader, erről majd később. Az AC-láda, AC3 nyitási esélye egy picikét csökkent velett, mert nagyon-nagyon-nagyon sok jött. Tehát nagyon-nagyon sok AC-láda volt, ami azért szerintem egy picit sok. Szóval túlzottan sok AC3 volt a szerveren, így egy picit szerintem nagyobb lesz az értéke is magának a ládának. Spawner árak, és ezáltal új spawner is, Gust. A spawner árak is változtak, itt látható a meta, az új meta, hogy milyen lesz az új meta. Van ugye Gust, 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 úgyhogy igen. Updates 2. Super AC-t már lehet boostolni, vagyis fejleszteni. Ez ugye annyit tesz, hogy 50 millió egy boost egy órára, de hogyha nem boostolod, akkor nem is fog menni a ládád, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy először, tehát ahhoz, hogy elinduljon a Super AC 3, ahhoz egyet kell rajta boostolni minimum. Kettőféle Chunk Loader. Na most ugye Chunk Loader, ez a kettő. Az egyik egy hét, a másik egy nap. Na srácok, Chunk Loadert lehet venni webshopon. Úgy lesz szerintem, hogy a kisebbik Chunk Loader az 508 SNC, vagyis nem, szerintem az 330-ba elmegy, és te lehet, hogy 205-be fog, és a nagyobbik pedig elmegy egy 508 SNC-be. Ez lényegében nem segíti elő a játékost, hanem annyit tesz, hogy nem kell afkolnod, hiszen a Chunk Loader ott van, és lényegében működik, és mennek a spawnerek, stb. Stb. Szóval igen, ja. Azt igazából csak megfogod, lerakod, és igazából ennyi. Bekerült egy olyan rendszer, hogyha valaki téged kírja a nevedet cseten, akkor neked fel fog villanni egy ilyen felirat ide a képernyődre, hogy a név megemlített téged a csevegőn. Ugye ez szintén akkor jó, hogyha megemlítenek, stb. Stb. Nem fog elpörögni a neved, meg tudod, hogyha rólad van szó, stb. Stb. Még esetleg, mi van itt még? Ugye lehet vásárolni a webshopban is. A kulcsok árai 5 millióval. És... ja, ez rossz hely. Rossz helyen kapogtatok. Jó. Szóval a kulcsok árai 5 millióval, kivéve a Vexel. A Vexel az 10 millióval emelkedett. Ez azért kellett, mert még így is már a végére nagyon-nagyon-nagyon fullos volt mindenki. Gustpawner, kikerültek a lootboxok, és kaptatok egy erősített napi ládát. Új meta, chaten valakit látsz, akkor igen, ez erről meg már beszéltem. Na most erősített napi láda, az úgy néz ki, hogy van benne egy durván, hát... egy ilyen 600 spawner, hát nem tudom, lehet, hogy van az 1000 is, különféle spawnerekből. Mindjárt megmutatom, ha vártok egy másodpercet. És igen, srácok, próbálok mindig újításokat behozni, próbálom a legjobban megcsinálni a szervert. Az lenne a lényeg, hogy minél többen játszatok rajta, nyilván. Ez a fő lényeg, véleményem szerint. És hogy tartsuk meg azt, hogy azért nem feltétlen pay to winnek kell lenni a szerverhez ahhoz, hogy érvényesülni tudj. Mivel azért van Magyarországon egy-két olyan Skyblock szerver, véleményem szerint,
ahol nagyon kell az, hogy te költs a szerverre, mert aki költ, azt nem tudod másképp előzni egyszerűen, csak úgy, hogy te is költesz. Úgyhogy igen. Na, egy másodpercet kérek tőletek. Így. Oké, és akkor... Jó, megint nem jó? Vagy most nekem bagos? Jó, nem. Oké, mindegy. De amúgy, szóval itt van benne egy olyan 6 darab léz, stb. 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 Szóval van benne cuszli muszli, az fix. 3 darab vagy 2 silver kulcs van benne. És hát az ilyen gyengébb kulcsokban nincsen sok benne. Szóval igen. Pakoltam bele cuccot. Az a lényeg, hogy pakoltam bele cuccot. Mert azért mégiscsak, miért ne? Nem tudom, srácok. Az új dizájn megkapta. Lényegében elmondtam mindent. Ma 17:00 szervernyitás. Gyertek fel, várlak titeket. Sziasztok!